Hát jár, cungyár, törőset, nyár, törőset, nyár, törőset. Ne kapálj a honlapot, mert kinő a tök magot. Azt hiszem, valamit elrontottam. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Mit játszom most éppen el? Nos, gyerekek, ez vajon mi lehet? Azért van, hogy ne fáradjon az ember lába. De ha kényelmetlen, akkor fáj neki a háta. Már nem vagyok éhes, mert jól laktam tele a pocakom. Hát nekem nagyon tetszett. Üdvözöllek téged a Dollárpapa Klub mai fejlesztő műsorában. Mai műsorunkhoz ébresszük fel gyorsan cukorfalatot egy hatalmas morgással. Szeretném hallani tőletek a monitor előtt, hogy morogtok. Egy, kettő, három, és morgás. Hát mi történt veled, pajtás? Hogy így köhécselsz, köhögsz? Össze-vissza. Hát, belefült egy kis legyecske a számba, és vagy csak ezt álmodtam. Na, ez egy jó kérdés. És mit csináljunk ma, kedves cukorfalat? Hát, most, hogy felébredtem, játszunk. Hát, jól van, játszunk. Mai első játékunk neve háromszor kopogtatós. És úgy kell játszani, hogy én azt mondom neked, hogy menj kopogtass meg háromszor egy fekete dolgot a szobába. Te felállsz, odamész, háromszor megkopogtatsz valami feketét, aztán pedig azt mondom neked, hogy menj is kopogtass meg háromszor egy színes dolgot. Te odamész szobába, megkopogtatod a színes dolgot, és így folytatjuk. Készen álltok a kezdésre? Remélem mindenki felállt, és várja, hogy mit kell neki háromszor megkopogtatni. Figyelem, indul a játék. Menj, kopogtass meg egy fekete tárgyat. Menj oda, szobába. Remélem, találtál egyet. Kopogtass meg háromszor. Remélem, megcsináltad. Most menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. Keress egy színes tárgyat a szobába, menj oda hozzá, kopogtasd meg háromszor. Remélem, megcsináltad. Most menj, kopogtasd meg egy fekete tárgyat a szobába. Most is menj oda, kopogtasd meg. Most menj, kopogtasd meg egy színes tárgyat a szobába. Bármilyen színű lehet, sárga, piros, narancssárga, zöld, kék, hupilila. Remélem, sikerült megcsinálni közben. Most menj, kopogtass meg egy fekete tárgyat. Remélem, megcsináltad. Most menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. Figyelem, figyelem! Ugyanazt a tárgyat többször is meg lehet kopogtatni a szobába, de most egy kicsit gyorsítunk a tempón. Menj és kopogtass meg egy fekete tárgyat. Remélem, megcsináltad. Menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. Remélem, volt időd. Menj, kopogtass meg egy fekete tárgyat. Remélem, elvégezted. Menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. Még jobban begyorsulunk, úgyhogy figyelem, közeli tárgyakat választhatok ki. Menj és kopogtass meg egy fekete tárgyat. Gyorsan! Most pedig menj és kopogtass meg egy színes tárgyat. Még gyorsabbak leszünk. Menj és kopogtass meg egy fekete tárgyat. Most menj és kopogtass meg egy színes tárgyat. Remélem, mind a kettőt volt időd megcsinálni. Még gyorsabban csináljuk meg utoljára. Menj, kopogtass meg egy fekete tárgyat. És most menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. És legutoljára menj, kopogtass meg egy fekete tárgyat. És menj, kopogtass meg egy színes tárgyat. Most már foglal helyet, köszönöm, hogy velem játszottál. Remélem, hogy egy kicsit felébredtél. Remélem, mindenki helyet foglalt, mert megkérdezzük cukorfalatot, mi legyen a következő játék.
Hát ez tök jó volt. Tök jó volt? Hát jó. Mit játszunk? Hát játszunk nyelvtörőset. Akkor játszunk nyelvtörőset. Jön az első nyelvtörő, de előtte megnézzük, mit jelent az, hogy robotolni. A robotolni azt jelenti, hogy sokat dolgozni. Nagyon-nagyon sokat dolgozni. És akkor indul az első nyelvtörő. Először én mondom el, ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Ez azt jelenti, hogy ne dolgozz túl sokat, mert a gépeknek kell helyetted dolgozni. És most nézzük meg közösen, ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Remélem megegyeztétek, mert most ti jöttök egyedül. Mondjátok el ezt a nyelvtörőt, hogy ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Mondjátok el egyedül. Hagyok rá egy kis időt. Remélem sikerült megcsinálni, mert most egy kicsit felgyorsítjuk. Figyelem, először én mondom el, aztán ti. Ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Most ti jöttök. Remélem megcsináltátok, nézzük meg még gyorsabban. Ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Remélem sikerült megcsinálni. És most kérdezzük meg cukorfalatot. Na, hát ő el tudja-e mondani egyáltalán? Hát persze. Ne robotolj, mert a robotoknak kell lopakodni helyetted. Lopakodni? Mi van? Na, próbáld el még egyszer. Ne robotolj, mert a robotoknak való a robotolás. Nem ez volt. Na, egy utolsó lehetőség, kedves cukorfalat. Ne robotolj, mert robot lesz-e belőled. Nem sikerült. Semmi probléma. Melegítsük be egy kicsit a nyelvünket. Hát, ha utána könnyebben megy, cukorfalatnak is. Nyújtsuk ki a nyelvünket, utána pedig csukjuk össze. És húzzuk vissza. Nyújtsuk ki a nyelvünket előre, és utána próbáljuk összecsukni. Megmutattam közelebbről is. Remélem sikerült. És most nyújtsuk ki a nyelvünket, és kinyújtva vigyük egyik oldalról a másikra. Remélem sikerült megcsinálni, és most csináljunk kacsaszájat. És húzzuk vissza. Na még egyszer, jó hosszan. És csináljunk még egy utolsót. És most küldjünk puszit. És most cuppogjunk. Fújjuk fel a szánkat. Jó, na még egyszer. Köszönöm, ha megcsináltátok. Most pedig váltogassuk a felfújt szánkat. Most, hogy már bemelegítettük a szánkat, nézzük, hogy cukorfalat el tudja-e mondani. Hát én is bemelegítettem a kis pofikámat. Nézd meg, jaj! Hát jó, kíváncsi vagyok, hogy el tudod-e mondani a nyelvtörőt. Ne robotolj, mert a robotoknak kell robotolni helyetted. Biztos? Biztos. Jól van, kérlek szépen egy nagy tapsot cukorfalatnak, hiszen el tudta mondani a nyelvtörőt helyesen. Hát most jöjjön a második nyelvtörő. Először hallgassátok meg, én elmondom. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Most mondjuk el közösen. Dombot mászott, lombot vágott,
utána meg combot rágott. Remélem el tudtátok velem együtt mondani, mert most egyedül ti mondjátok el. Hadd hallom. Remélem, sikerült mindenkinek a végére jutni. Most pedig játsszuk is el. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. És ezt gyorsítani fogjuk, úgyhogy figyelem, figyelem, most egyszerre. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Ti is kocogtassátok össze a fogaitokat. Nézzük meg gyorsabban. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Remélem meg tudtátok csinálni. Nehezítsünk a dolgon, és játsszok most el az egész nyelvtörőt, mintha mérgesek lennék. Figyelem, figyelem! Mindenki vegyen fel egy mérgelődő testhelyzetet. És mondjátok utána. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Most pedig ti jöttök egyedül. Remélem volt rá elég időtök, mert most megcsináljuk. Unatkozva. Mindenki unatkozzon. És mondjuk egyszer unottan. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Remélem sikerült nektek megcsinálni, mert most egyedül ti jöttök. És most mondjuk el viccesen, nevetve. Dombot mászott, lombot vágott, utána meg combot rágott. Most pedig ti jöttök. Remélem sikerült elmondani vidáman és viccesen. Mondjunk még egy nyelvtörőt, és ez lesz az utolsó. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot, és apa nem tudja megnézni a honlapot. Hát ez már kicsit nehézre sikerült. Remélem azért el tudjátok majd mondani. Most mondjuk el közösen. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a holnapot. És apa nem tudja nézni a honlapot. Remélem együtt el tudtátok velem mondani, most mondjuk el egyszerre hosszan, mindenki elmondja velem, és utána egyedül el fogjátok tudni mondani. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot, és apa nem tudja nézni a honlapot. Ti jöttek. Még egyszer mondjuk el közösen. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot, és apa nem tudja nézni a honlapot. Most ti jöttek. Nézzük meg még egyszer együtt. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot. És apa nem tudja nézni a honlapot. Most gyorsítsunk rajta egyszer közösen, utána pedig ti jöttök egyedül, jó gyorsan. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot. És apa nem tudja nézni a honlapot. Ti jöttök. Remélem sikerült megcsinálni. Megnézzük, cukorfalat el tudja-e mondani egyszer ezt a nyelvtörőt. Hát megpróbálok, de ez jó, hosszú volt. Így van, ez hosszú volt. Halljuk cukorfalat nyelvtörőjét. Ne kapálj a honlapot, mert kinő a tök magot. Azt hiszem valamit elrontottam. Hát, szerintem az egészet elrontotta a cukorfalat. Próbáld meg újra!
Szóval, ne rukkapáld a tök magot, mert kibújik a laptopod. Hát ez megint nem sikerült, kedves cukorfalat. Egy utolsó lehetőséget azért még adunk. Ne rukkapáld a laptopod, mert kigyűlik a... meggyűlik velem a bajod. Na mindegy, akkor ezt most hagyjuk. Semmi baj, ez azért egy hosszú nyelvtörő volt, főleg egy kutyuli-mutyulinak. Zárásként próbáljuk mi elmondani nagyon-nagyon gyorsan, ha már itt cukorfalatnak. Nem sikerült? Felkészültetek? Egyszer lassan, utána gyorsítunk, gyorsítunk, gyorsítunk. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot, és apa nem tudja nézni a honlapot. Gyorsabban. Ne rukkapáld a laptopot, mert nem éri meg a honlapot, és apa nem tudja megnézni a honlapot. Remélem sikerült. Nem is volt olyan vicces. Megértelek, kedves cukorfalat. Egy kicsit nehéz volt, de ez van. Most már fejezzük be a nyelvtörőt. Hát jó. Fejezzük be a nyelvtörőt. Most már játszunk mutogatósat. Figyelem, figyelem, jön a mutogatós. Szeretném, ha figyelnétek, és kitalálnátok, mit játszom most éppen el. No, sikerült kitalálni, kedves gyerekek? Még én is kitaláltam, bizonyan. Ez egy szemüveg volt, szemüveg volt, szemüveg volt. Így van, ez egy szemüveg volt. Remélem, nektek is sikerült kitalálni. És most mit mutogatok? Ezt is tudom, ezt is tudom. Ez meg egy papírzsebkendő, papírzsebkendő. Hát nagyon ügyes vagy, kedves cukorfalat, hogy ilyen gyorsan kitaláltad. Mi lenne, ha játszanánk egyet, kedves gyerekek? Először bemelegítjük a kezünket. A gyakorláshoz emeljétek fel a kezeteket. Zárjátok össze az ujjatokat, nyissátok ki. Zárjátok össze, nyissátok ki. Zárjátok össze, nyissátok ki. Most pedig, így mutatom, egy picit próbáljuk meg hullámokat csinálni az ujjacskánkkal. Jó, remélem sikerült. Most pedig próbáljuk meg félig bezárni és kinyitni. Félig bezárni és kinyitni. Félig bezárni és kinyitni utoljára, félig bezárni, és kinyitni. Most pedig egyesével körözzünk az ujjainkkal körbe, 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 körbe. Figyelem, körbe, 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 körbe. Hú, a gyűrűs ujja nagyon nehéz megcsinálni, a kicsivel már sokkal, de sokkal, de sokkal könnyebb. És egy utolsót megfordítjuk, bezárjuk, kinyitjuk. Megfordítjuk, bezárjuk, kinyitjuk. Megfordítjuk, bezárjuk, kinyitjuk. Megfordítjuk, bezárjuk, kinyitjuk. És megrázzuk a kezünket, mert gondolom mindenkinek elfáradt a kezecskéje. Most, hogy bemelegítettük, következzen egy közös játék. Mindenki fogjon meg egy ilyen vékony dolgot, aztán beleszúrjuk, kihúzzuk. Beleszúrjuk, kihúzzuk. Beleszúrjuk, kihúzzuk. Beleszúrjuk, kihúzzuk. Beleszúrjuk, jaj, elszakadt a cérna. Tegyünk bele újabb cérnát, tegyük le, amit vartunk. Ugye kitaláltátok, hogy vartunk.
fogjuk meg a cérnát, találjunk bele a tűnek a pici, jaj, mellémet, lukába, így, az enyém sikerült, kihúzzuk, megcsomózzuk, és újra varrunk, megfogjuk, áú, remélem, ti nem szúrtátok meg az ujjatokat, ez fájt, na mindegy, varjunk tovább, szenvedve, és nekem, én elharaptam. Vigyázzatok a tűt, nehogy letegyétek valahova, és belelépjetek. És az én kis tűpárnám elkészült, úgyhogy most leteszem. Remélem, nektek is elkészült a tűpárnátok. Kedves cukorfalat, hogy tetszett a mutogatós? Hát ez tök jó volt, főleg mikor megszúrtad az ujjad. Te kis kárőrvendő, te annak örülsz, hogyha én megszúrom az ujjam? Nem úgy értettem, dollárt, papa. Hát úgy, hogy vicces volt. Szóval vicces volt, ahogy megszúrtam az ujjam. Hát ez tök vicces. Na tudod mit? Inkább játszunk valami mást. Van más ötleted? Hát persze, hogy van. Én egy játék zseni vagyok. Úgyhogy persze, hogy van. Mire is gondoltam? Már meg nem emlékszik, hogy mit akart játszani. Hihetetlen. Közben meg egy játék zseni. Tudom már. Halljam már. Kitalálósdit akarok játszani. Kitalálósdit. Hát jó, akkor játszunk. Kitalálósdit. Nos, gyerekek, ez vajon mi lehet? Azért van, hogy ne fáradjon az ember lába. De ha kényelmetlen, akkor fáj neki a háta. Készülhet műanyagból, fémből, fából, kőből, de használható irodában, kertben, vagy otthon. No, cukorfalat, ez vajon mi lehet? Hát, vagy egy pad, vagy egy szék, vagy, de inkább pad. Pad? Láttál te már irodába valakit, akkor padon dolgozik? Hát nem. No, akkor mi lehet? Csak és kizárólag? Akkor egy szék. Így van. Ez egy szék. Remélem, ti gyorsabban kitaláltátok, mint cukorfalat. Lássuk, halljuk a következőt. Hát jó, jöjjön a következő. Fényesen kerek és szépen csillogó. Van, aki sokat gyűjt belőle, mert kicsit mohó. Szereti azt minden lány, de van, amikor a csillogása halovány. Van belőle arany, ezüst, de a legtöbb csak koppintás. Férfiaknak ezzel megy legkönnyebben a hódítás. No, kíváncsi vagyok, hogy ezt kitaláltátok-e? Micsoda? Hát a tippem az van, de nem biztos, hogy ez az. Hát hallgatom ezt a kis tippet. Talán egy gyűrű lehet. Így van, ez egy gyűrű. Nagyon ügyes vagy, kedves cukorfalat. Remélem, kedves gyerekek, nem baj, ha néha kicsit nehezek a feladatok. De azért remélem, ki tudtátok találni. Jöjjön hát a harmadik. Figyeljetek! Sokat kopog, sokat pattog. Ha ujjadra csapsz vele, akkor az nagyon sajog. Üti, üti a sok fejet. Így veri be a fába a sok szöget. Remélem, ti kitaláltátok. Én is tudom, hát ez egyszerű volt, nagyon egyszerű, sokkal egyszerűbb, mint az előbbi. Mondd már ki, hogy mi volt az. Hát ez a kalapács volt, ha jól sejtem. Így van, ez a kalapács volt. Na és mi legyen, kedves cukorfalat, a következő játék? Lássuk csak, mi is legyen a következő játék, például utánzós! Jó van! Akkor következzen az utánzós.
Most álljatok fel! A mai utánzósban robotosat játszunk, és ehhez fel kell állni. Remélem mindenki felállt a monitor előtt, és kitámasztotta a telefonját. Ha esetleg nem sikerült kitámasztani, állítsd meg a videót, és támaszd ki az asztalon, hogy lásd, amit csinálok, és hogy te is tudd utánam utánozni a mozdulatokat. Első feladat, emeljük fel az egyik kezünket, így, és mozgassuk meg az alkarunkat előre, meg hátra, meg előre, meg hátra, de úgy, hogy ne mozogjon semmi más rajtunk. Jó, most pedig fel és le, fel és le, fel és le, fel, le. Most pedig egyet fel, középre, oldalra, középre, másik oldalra, középre, le, középre. Jó, cseréljünk kezet. Felemeljük a kezünket, és oldalra mozgatjuk. Aztán pedig felfele, közép, lefele, közép, felfele, közép, lefele, közép. Most pedig fel, közép, oldal, közép, oldal, közép, le, közép. Remélem sikerült megcsinálnotok, mert most két kézzel csináljuk meg ezt a gyakorlatot, tessék figyelni, felemeljük a két kezünket, mint a robotok, és kivisszük, középre hozzuk. Kivisszük, középre hozzuk. Kivisszük, középre hozzuk. Magunk felé és középre. Magunk felé, középre. Fel, vissza. Le, vissza. Fel, vissza, le, vissza. Most kivisszük teljesen, és pici mozgása visszük ki meg be. Mint a robotok. Szóval pici mozgása visszük ki meg be. Jó! Tegyük le a kezüket. Jöjjön a második utánzós játék, ugyancsak robot üzemmódban. Egy kezet felhozunk, és most csak a kéz fejünkkel játszunk. Ki, vissza, be, vissza, ki, vissza, be, vissza, fel, közép, le, közép, fel, közép, le, közép. Az a lényeg, hogy gyors mozgás legyen. Most pedig tegyünk egy kört. Így van, nyújtott ujjak és zárt ujjak legyenek. És most pedig letesszük a kezet. Felemeljük a másik kezet, mint egy robot. Fel, le. Fel, le. Zárt ujjak legyenek. És mozgás. Jó, most oldalra és befele. Oldalra, befele. Oldalra, befele. Oldalra, befele. És most pedig kör, mozgás a kéz fejjel. Tegyük le a kezet, rázzuk meg egy kicsit, lehet elfáradtak a kezeitek. Emeljük fel mind a két kezünket, robottartás, és csak a kéz fejünket fel mind a kettőt, és le mind a kettőt. Fel mind a kettőt, és le mind a kettőt. Fel, és le. És fel, és le. És fel, és le. Most pedig oldalra, amennyire csak megy, közép, ahol kényelmes, aztán teljesen be. Kényelmes közép, kifele, kényelmes közép, befele, kényelmes közép, kifele, kényelmes közép, befele. Most pedig csináljunk kört a kezünkkel. Ha lehet, semmi más nem mozogja. Jó, tegyük le a kezünket. Íme az utolsó utánzós játék, ami lehet egy kicsit nehézre fog sikerülni, de kitartás, tudjátok, bármit meg tudunk csinálni, ha eleget gyakorolunk. Hozzuk fel a kezeinket robottartásba, érintsük össze az ujjainkat, tegyük össze a tenyerünket, és
távolítsuk el. Összetenyerünket távolítsuk el. Összetenyerünket távolítsuk el. Összetenyerünket, és most figyelj, mikor kimegy, az egyik feljebb, a másik lejjebb megy. És vissza. Ki, és vissza. Ki, és vissza. Ki, és vissza. Most megállunk kint. Helyet váltunk lassan, és visszavisszük. Kivisszük a kezeket. Ide. Helyet váltunk. Vissza. Mindezt szaggatottan. És most játsszuk el, ahogy összeérintjük a kezünket, és kezdjünk el robotosan tapsolni lassan. Vigyük feljebb a kezet. És most viccesen üssünk mellé. Összecsuklott a robot. Hát remélem, kedves cukorfalat, neked is tetszett a robotos játék. Hát nekem nagyon tetszett, de majdnem lefagytam. Hát ez lehet, hogy lefagyott. Kérnék szépen tőletek három robot kutya ugatást. Úgy hangzik, hogy wow, wow, wow. Hadd halljam. Én pedig újraindítom, mint a számítógépet. Ding-dong! Elkezdett rendesen mozogni, lehet, hogy jót tett neki, hogy újraindítottuk. Stop! Már meg nagyon felpörgött. Szóval, tetszett a robotos játék? Természetesen. Az jó. Mi legyen a következő játék? Színészkedős. Hát jó, legyen színészkedős. Mai színészkedős feladatunk pedig a következő. Mondok egy mondatot, és próbáljátok meg ti is robot hangon elmondani. A mai mondat pedig: már nem vagyok éhes, mert jól laktam, tele a pocakom. És most megmutatom, hogy néz ez ki robot hangon, utána megcsináljuk együtt. Már nem vagyok éhes, mert jól laktam, tele a pocakom. Valahogy így próbáltok meg ti is megcsinálni. Csináljuk meg együtt. Mondjuk el együtt. Már nem vagyok éhes, mert jól laktam, tele a pocakom. És most mondjátok el egyedül. Most újra álljatok fel a monitor elől, úgy, hogy közben leteszitek a telefont, iPad-et, laptopot. És most úgy végezzük el a színészkedős játékot, hogy közben a hangunk is robot lesz, és a mozgásunk is robotos lesz. Emeljétek fel a kezeteket előre, kezünket így fogjuk vinni, lassan, és mondjuk mellé, hogy csináljuk egyszerre. Már nem vagyok éhes, mert jól laktam, tele a pocakom. Csináljuk meg újra! Már nem vagyok éhes, mert jól laktam, tele a pocakom. Csináljuk meg egy kicsit gyorsabban. Már nem vagyok éhes, jól laktam, tele a pocakom. És most csináljátok meg egyedül! Hát, kedves cukorfalat, ez volt mára az utolsó játékunk. Hát, ez jó volt, én nagyon élveztem. Látom, teljesen felvette a robot szerepét, cukorfalat. Szeretném, ha elbúcsúznál, kedves cukorfalat, a gyerekektől. Integetek, puszit dobok, és mindenkire rámosolygok, nevet tőlem zokon, ha azt mondom. Kövess a Facebookon, a
monitor pedig ne nézd folyton hajdalba egy ponton, viszont látójas, ó, akarom mondani, viszont láttas, kedves bajtás. Hát cukorfalat elbúcsúzott tőlünk, úgyhogy én is búcsúzom tőletek, további szép napot, sziasztok!